Igyekszem mindig valami újdonságot hozni nektek a vegyszermentes kertészkedés házatájáról. Kipróbálok megoldásokat, aztán megmutatom videókban, hogy mi lett a végeredmény. Katicák levéltetvek ellen, fonálférgek lótetvek ellen, petefürkészek hernyók ellen, valamint baktériumok a növények egészségéért, és gombaevő gomba, ami egyébként marha jól hatott, már látszik a füvön, hogy kezd egyébként helyre jönni. Viszont ahogy a korábbi videóban mondtam, az, hogy mi vegyszermentesen tartsuk a kertünket, az egy rettentően komplex feladat. És egyébként külön szaktudást is igényel. Örömmel jelentem be, hogy az egyik legjobb szakemberrel ismerkedtem meg az elmúlt időszakban, Székely Gyöngyvérrel, a Biokiskert Kft. Vezetőjével, aki a biokerteknek igazi nagy szakértője. Az, hogy egy kertben, ahol eddig klasszikus műtrágyákat és klasszikus növényvédőszereket használtunk, elkezdődjön a változás, egy rettentően bonyolult feladat, amihez kell megfelelő tervezés és megfelelő segítség is egyébként. Az, hogy különböző vegyszermentes megoldásokat alkalmazunk a kertünkbe, nem tudunk nagyon mellélőni, probléma nem lehet belőle. Viszont, hogyha azt szeretnénk, hogy egy jól működő rendszer legyen, akkor bizony ezeket a megoldásokat egymásra kell építeni, és fel kell építeni úgy egy rendszert, hogy az teljes körű legyen a biológiai növényvédelem tekintetében. Így érhetünk el áttörő sikereket, és nekem az a célom itt a TikTokon, hogy megmutassam nektek, hogy ez bizony működik. Én nem szeretném senkinek a meggyőződését, világnézetét erőszakosan megváltoztatni. Felőlem bárki használhat műtrágyákat, bárki használhat növényvédőszereket, én csak azt mutatom be, hogy hogy működik a másik oldal. Meg szeretném mutatni, hogy ez nekem hogy megy. És bizony ehhez szakmai iránymutatás kell, ezért is nagyon örülök, hogy megismerkedtem Gyöngyvérrel, aki nyitott volt arra, hogy egy nem éppen biokertet segít nekem átalakítani. Tehát itt nem csak a vegyszermentességről van szó, hanem bizony a növényeken is változtatni fogunk a kertben. Jövőre egyébként egy csomó olyan növény fog megjelenni a veteményesben, amik biodinamikus vetőmagból kelnek ki. Ez egy nagyon érdekes terület a vetőmagoknak, és egyébként jövőre erre fog épülni a kertemnek a nagy része itt a veteményesben. Ültetni fogunk monília-rezisztens megyfát, monília-rezisztens mandulafát, a babérmegy sorból pár babérmegy ki fog kerülni, kártevőknek ellenálló oszlopos almák fognak bekerülni. Szóval öveket becsatolni, mert egy igazi profi segítségével és szakmai iránymutatásával, Székely Gyöngyvér segítségével fogom megmutatni nektek azt, hogy hogyan lehet egy komplex rendszerben gondolkodni, hogyan épülnek egymásra az egyes megoldások, hogyha mi biológiai növényvédelmet szeretnénk. És az együttműködésünk keretében nem csak a biológiai növényvédelemről lesz szó, hanem arról is, hogy hogyan tudtok olyan fajtákat választani a kertben, legyen szó akár gyümölcsfáról, akár különböző zöldségekről, amik alapból jobban bírják az egyre melegedő klímát a kiskertekben, és már alapból rezisztensek bizonyos betegségekre. Szóval el is fogok látogatni egyébként Gyöngyvér termesztőtelepére, ahol különböző gyümölcsfákat fogok nektek bemutatni, amik például monília rezisztensek. Ott is fog készülni pár videó, amivel szeretném nektek bemutatni, hogy hogyan lehet feldobni egy kiskertet, hogyan lehet másfajta vetőmagokat választani. Annak érdekében, hogy már megelőzzük azt, hogy a betegségek kialakuljanak, mert eleve olyan dolgokat ültetünk, amik bizonyos tekintetben már védettek. Én mindig szeretek új dolgokat tanulni, úgyhogy nagyon örülök ennek az együttműködésnek, és remélem nektek is nagyon sok új dolgot tudok majd mutatni és mondani is.